Szeretett testvéreim, a római levél első részének 7. versét olvasom. Mindazoknak Rómában, akik az Isten szerettei, akiket ő elhívott és megszentelt, kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Küldi a levelet a rómaiaknak, és azt írja, hogy mindazoknak Rómában, akik az Isten szerettei. De szép kifejezés ez is, hogy Isten szerettei. De mi, akik ugyancsak olvassuk ezt a levelet, magunkra is vonatkoztathatjuk, hogy mindazoknak, akik az Isten szerettei, nem csak Rómában, hanem tedd hozzá a lakhelyedet, ahol laksz, és lásd, hogy neked is szól, akiket az Isten elhívott és megszentelt. Ennek egy folyamata játszódik le az életünkben, milyen jó, hogy ezek az igék is, meg kis videók, hozzájárulnak a mi megszentelődésünkhöz. De nem csak ez, hanem a teljes hitéletünk formálódása. A megszenteltnél jó, ha tudatosítjuk, hogy az elhívásunk és a megtérésünk az egy pontszerű esemény. Nyilván előzménye van, és mégis az újjászületés, ugyanúgy, hogy a születés, az egy esemény. De utána elkezdődik egy élet, és a megszentelődés az az újjászületés utáni szakasz, a születésemtől a célba érkezésemig, amíg majd megérkezem a mennybe. És a Biblia a megszentelődést nem a megjavulást és a tökéletessé lételt értelmében üzeni nekünk. A szent, azaz Isten számára lefoglalt. És ezt az Isten számára lefoglalt életet, ugye egy szent edény, az az edény ugyanolyan, mint a profán edények, ha csak formájában valamit nem alakítottak másképp, de az Isten számára lefoglaltak, tehát arra a célra használtak. Hát a szent ember az nem tökéletes, egyikünk se lesz, mint halálig tökéletes, hanem az Isten számára lefoglalt ember, akin ő viszi végbe a megszentelődés folyamatát. És ebbe nekünk is be kell állni, oda kell adni magunkat, hogy ő alakítson, formáljon, tisztítson. Ez a folyamat, ez igéje szent lelke által megy, a mi engedelmességünk által megy, a közösség segítsége által. Ez az a folyamat, amit a hívő életünk menetének vallunk, de nem egy helyben járás, hanem lépés, haladás előre. És ha eddig 10-ből 10-szer nem tudtad megállni, hogy ne mondd ki, amit nem kellett volna. Ha megszentelődés folyamatában vagy, akkor lehet, hogy egyszer csak 10-ből már csak 8-szor mondott ki, aztán 6-szor, aztán már 4-szer. Azt nem tudom mondani, hogy egyszer se, magamra nézve sem, de minden tekintetben egy ilyen átalakító, egy ilyen épülő, egy ilyen
lelkiekben növekvő pályára állítja a gyermekeit az Úr. És azt üzeni nekünk, hogy kegyelem nektek és békesség. Ugye, amit minden Isten tisztelet kezdetén hallunk, ez Isten két hatalmas ajándéka. A kegyelem az, hogy nem azt kapom, amit érdemelnék. Egy kis példát ide hadd tegyek. Régi történet szól arról, hogy egy király ellen merényletet terveztek, és a király leleplezte, és halálra ítélte a merénylőket. Egyikük édesanyja bement a király elé, és kegyelmet kért a gyermeke számára. És azt mondta a király, a maga fia nem érdemel kegyelmet. És akkor azt mondta ez az édesanyja, Uram király, hát nem is azt kérem, amit érdemel, hanem kegyelmet. Értjük, kegyelem néktek, és békesség, amit a Biblia testi, lelki, Isten áldotta életre ért. A békesség nem föltétlen a duskálás, meg a tökéletes egészség, de testileg, lelkileg Istentől megáldott állapot. Hát most én is kívánok nektek kegyelmet, és békességet mai napra és tovább is.